Nemrégen szép gyűrőt szerelmesem küldött, ki rubintal mind rakva. Egy szép drága gyémánt kellő kezéparánt vagyon közte foglalva. Hozzám szerelemben tökéletes szíve is így vagyon kapcsolva. Balasi Bálint második, Krisztina nevére verséből idézve köszöntöm kedves nézőinket 774. adásunkban. Balasi Bálintra, a magyar nyelvű költészet első igazi világrangú művelőjére emlékezünk február 14-én, Bálint, vagyis a szerelmesek napján. Ehhez az időszakhoz kötődik a házasság hete is, amit most már 4 kontinens 21 országában tartanak meg. A keresztény egyházak és a civil szervezetek összefogása ilyenkor a házasság és a család fontosságára kívánja fölhívni a figyelmet. Mai műsorunkban először Ürményházára látogatunk, ahol Erős Mihály plébános úr tavaly augusztus óta szolgál. Második mellékletünkben ismertetjük az Örökség című Arany János költészetét bemutató előadást, melyet Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos versmondók, valamint Török Noémi népdalénekes elevenítettek meg az elmúlt hét folyamán Székelykevén és Hertelendi falván. 774. adásunkhoz mindenkinek szép időtöltést kívánunk! Erős Mihály plébános lelkészeti hivatását 1984-ben kezdte meg Magyarcsernyén, ahol 10 évig szolgált önállóan. Ezt követően 24 évet városi közösségben Pancsován és Versecen töltött el, onnan került Ürményházára, egy kis falusi közösségbe. Érezni azt, hogy itt bizonyos értelemben összetartóbb a nép, tehát valahogy húzzák egymást. Szép számban járnak szentmisére vasárnaponként, vannak egész kicsi gyerekek, iskolás gyerekek, fiatalok, fiatalabb házasok és idősek. Tehát mondhatom, hogy olyan 70-en járnak körülbelül szentmisére, most a téli időben kevesebben, de érzem azt, hogy itthon vagyok. Tehát ugye az ember, amikor kilép az utcára, a hívek felismerik, köszönnek, nagyon jó érzés, hogy a dicsértességgel köszönnek, ugye nem csak jó napot vagy a gyerekek csókolom, hanem úgy, ahogy illik a mi egyházunkban. Úgyhogy ez úgy visszazökkentett a fiatal koromba, tehát amikor falun voltam, és akkor ott is hát mindenki mindenkit ismer, az ember könnyebben leáll beszélgetni az emberekkel, úgyhogy mondhatom, hogy otthon vagyok. Könnyítés az is, hogy tudtommal itt egy nyelven szolgál. Természetesen nagy könnyítés az, ha bár falvakon vegyesen szoktam tartani, attól függ, hogy kik vannak jelen, a szentmisét, illetve a prédikációt. Ez egy kis közösség, úgyhogy kevesebb a munka, és hát úgy érzem, hogy már ennyi évvel, hát 64. évenben vagyok, jó, hogy egy kicsit félrébb áll az ember, és teret ad a fiataloknak. Akkor itt csak magyar nyelven szolgál, mondod? Igen, itt csak magyarul. Esetleg, hogy előfordul, most hamarosan ugye bejelentettek egy szentmisét, amit kérték, hogy horvát nyelven legyen. De a mindennapi, illetve vasárnapi és ünnepnapi szentmisék csak magyarul mennek. Tartoznak-e szórvány gyülekezetek ide? Természetesen, tehát ide tartozik Alikutya, Alipunár, Zicsi falva, Plandiste, ahová havonta kétszer megyek, akkor Györgyháza, István völgy és a új falu, Márkovicsevo, ahova évente négyszer megyek ki, illetve ha külön kérik, akkor megbeszélés alapján kimegyek. A nagybátyám itt szolgált, ugye ő itt halt meg ezen a plébánián, de remélem, hogy semmi köze ahhoz, hogy most az unokaöccse került ide plébánosnak, és hát Versesz közel van, úgyhogy elég sokan már ismertek, és úgy érzem, hogy nem csak a tanács, ugye, hanem az egyháztanács, hanem a hívek is, hogy elfogadtak. Tél van most, ugye kevesebben jönnek ide az irodába is, de úgy érzem, hogy teljesen otthon érezhetem magamat. Augusztustól van itt az első karácsony, hogy telt? Hogy készültek az ünnepre? Hát a megszokott módon, ugye, tehát a
volt gyónási lehetőség, ez a lelki dolog ugye az elsősorban. Szép számba jöttek el elvégezni a karácsonyi szentgyónásukat. Az idősebbekhez, akik nem tudnak templomba jönni, elmentem házhoz. Hát a templomot feldíszítettük, illetve feldíszítették, ugye nem én. És hát nagyon bensőséges, nagyon szép volt az éjféli szentmise, hát tele volt a templom, a napján is nagyon sokan eljöttek, úgyhogy akkor volt talán jó alkalom, hogy azok, akik ritkán járnak templomba, hogy meglássák, vagy meghallják az új plébánost, ugye, hogy hogyan prédikál, stb. De nagyon meg vagyok elégedve, hál' Istennek, tehát remélem, hogy ők is... Vízkereszt óta ugye a házszentelés a legújabb esemény az egyházban. Ez itt mennyire igényelik a hívek a házszentelést? Mivel új vagyok, és nem találtam egy házszentelési jegyzéket, ezért kihirdettem, hogy aki szereti, vagy igényli, jelentkezzenek, olyan körülbelül 80-an jelentkeztek. Sajnos hát elfogott a grippa, tehát elég sokáig kínlódtam, úgyhogy majd csak most fogom elkezdeni, de bejelentettem, hogy minden családnál, minden házban leszeretnék ülni, tehát nem csak házszentelés legyen ez, hanem családlátogatás. Tehát a lelki pásztornak úgymond kötelessége, ugye évente legalább egyszer minden családot meglátogatni. Úgyhogy akkor be is jelentettem, hogy nem sietek, tehát elhúzódik az egész, talán még húsvét után is, de nagyon fontosnak tartom, hogy legyen alkalom, hogy mindenkivel el tudjak egy kicsit beszélgetni. Tervei megvannak, a Jóisten megadja, hogy valósítani tudja. Mennyire támaszkodhat a közösségre be a tervek megvalósításában? Idáig nem volt sok akció, de látom, hogy a hívek reagálnak. Tehát idáig bármi történt, összejöttek nem csak a tanástagok, hanem mondjuk főleg a férfiak, ugye ilyen komolyabb vagy nagyobb munkában. Az asszonyok szívesen segítenek ugyanúgy a templom körül, a ház körül, úgyhogy van akire támaszkodnom. Vajdaságban van-e hiány a papi hivatásban? Természetesen van, különösképpen itt a mi egyház megyénkben. Tehát mi 25-en vagyunk nagyjából itt ebben az egyház megyében, legalább egy 7-8 pap hiányzik. Mi, sok a szurvány közösség? Hogy... Igen. Sajnos egyelőre még mindig csak ilyen szerviz szolgálatot tudunk adni a híveknek. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ha többen lennénk, hogy mindenkit meg tudjuk szólítani. Tehát minden papnak legalább 5-6 leányegyháza, tehát ilyen kis közössége van, ahol nagyon keveset tudunk előre mozdítani. Itt a plébánián, ahol lakunk, ott még könnyebben működik az ember, mert helyben van, de már ilyen kis közösségekben nem tudunk eleget tenni. Hogy tapasztalta, hogy a lelki gondozásra van igénye a híváknak? Van. Tehát hihetetlen mennyire felfigyeltem már az első napokban, nagyon odafigyelnek például a vasárnapi prédikációra. Tehát a kicsi a templom, egy versecéhez mérve, ugye, látom az embereknek az arcát. Látom azt, hogy figyelnek, tehát nincs az a nyüzsgés, mozgás, és nagyon sokszor az arcokon meglátom a rezgést, tehát hogy igenis figyelnek. A múltkor mondta valaki, ugye, hogy érthető, amit mondok, megérinti őket, kimondom az igazságot, de azt mondja, hogy úgy érzik, hogy nem sért senkit. Tehát a visszajelzésből, amit a hívek néha elmondanak, ebből látom, hogy igenis nagyon-nagyon kísérik, nagyon figyelik a prédikációt. A magát a misét, tehát a szöveget azt is hangosan mondják. Nagyon szép élménye számomra, hogy a kisgyerekek is válaszolnak. Tehát ugye aktív résztvevői a szentmisének. Míg városban ez általában sokkal bonyolultabb, akár a nyelv véget, akár más véget. Tehát itt még látom, hogy vannak családok, akik együtt imádkoznak. A kicsik tudják az imákat.
Űrményházán az elmúlt egy-két évben nem volt állandó lelkész, ezért szeretettel fogadták Erős Mihály plébánost, aki a mindennapokban is együtt van a közösséggel. Az egyháztanács támogatja legszorosabban munkáját. Az egyháztanács tagunk 7 tagból állunk, 3 nőszemély, 4 férfi személy. Hát támogassuk, de az, hogy hát a férfiak avval kevesebbet támogassák, hogy nincs nekik idejük, nem érnek rá. Hát jobban mi 3 nőszemély, mi többet gondolom, kivesszük a részünket, úgy a vasárnapi szentmisén, és hát így, ami még adódik közben. Az atyától értesültünk, hogy vannak tervek a közeljövőben a templom körüli munkálatokra. Mennyire tudják kivenni a részüket támogatásként, segítségként? Hát én személy szerint úgy gondolom, hogy ha összefogunk, ha lesz bennünk összefogás, először mind az egyháztanás tag, úgy mind az egész falu népe, hát akkor reméljük, hogy majd bírjuk támogatni az atyának a tervét, ami hát elég nagy terv, tehát gondoljuk, hogy majd lassan megvalósításra sikerül, hogy megcsináljuk. Űrményházán hitoktató foglalkozik a gyerekekkel az iskolában, a rendszeres órarend keretében, valamint az egyházban 2 alkalommal hetente. Idén 21 gyerek van a csoportban, akikhez egy óvodás is csatlakozott. Korcsoportokban folyik a munka, amennyiben van első áldozás vagy bérmálás, ezen alkalmakra külön készülnek. Milyen foglalkozásokat folytatnak a gyerekekkel a hitoktatás keretében? Megpróbáljuk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a mondjuk úgy, hogy a vallás területén. Tehát a szentségeken kívül és a mondjam úgy, hogy a vallás terjesztésén kívül, hogy próbálják a közösséget is fejleszteni. Tehát próbálják jó érezni magukat abba a csoportban, amelyikben vannak. És ugye türelmet, nem tudom, szeretetet próbáljanak tanúsítani egymás iránt, de ugyanakkor az öregebbek iránt, a felnőttek iránt. Tehát nem csak szabályos biblia ismeretek vannak, és nem csak szabályosan a hittan tananyagot dolgozzuk fel itt, hanem inkább próbálunk tehát olyan meséket és olyan történeteket venni, amikkel ők nekik tágul, tehát az ismereti körük, tehát hogy próbáljanak az erkölcsel már a kicsik, most itt a kicsikről beszélek különösen. A nagyobbakkal viszont mindig meghallgatom őket, hogy mi az, ami őket érdekli, mi az, amiről szeretnének beszélni, tehát különböző témák, ha csak lehet vallási megfogalmazásba is, hogy tudomásokra jusson. Az iskolában a hitoktatás választható tantárgy? Választható tantárgy, igen. Általában itt Űrményházán, hát majdnem mindenki katolikus, és, de aki nem, az is általában a magyarok, tehát mindig a hittant választják. Most a probléma az utolsó 2-3 évben az, hogy hát kombinációk vannak. Tehát mivel kicsi létszámú az osztály, tehát nem lehet követni szigorúan a tantervet, muszáj hát állandóan, mondjam, alkalmazkodni az egyik osztály, másik osztály. Az ünnepekre hogy készülnek? Ezt mindig előtte megbeszéljük az atyával is, és egyáltalán a gyerekeknek az érdeklődésétől is függően. Karácsonyra arra mindig van külön előkészület, tehát külön valami program, de az utóbbi időben, mivel túl kevés a gyerek, akkor a kultúregyesülettel is egyeztetünk. És az iskolában is, ha van karácsonyi műsor, akkor úgy próbáljuk, hogy ne húzzuk szét a gyerekeket, hanem inkább egy ilyen közös program legyen. Régebben mindig a templomba volt, tehát egy külön karácsonyi, külön húsvéti volt a templomba már anyák napjára is szervezve ilyen hát program, ahol a gyerekek jól érezték magukat, de leginkább tehát ez a karácsony, húsvét. De ezen kívül mindig próbálom arra, hogy a vallási jellege is meglegyen, tehát a nagy ünnepek előtt okvetlen ugye gyónás, áldozás, tehát ez az, amire külön hangsúly van, és akkor aztán ez a szebb oldala, tehát a gyerekek föllépése az egy ilyen. Mennyire lehet számítani a szülők támogatására? Ez változik, mondhatjuk úgy, hogy évről évre, és hát az összetételtől is függ, de azért általában lehet.
Tehát mindig van olyan szülő, aki megpróbálja többieket bekapcsolni, tehát amikor ilyen első áldozás, bérmálkozás van, akkor tényleg külön aktiválják magukat a szülők, és mindent a gyerekek, mindent megbeszélünk persze, és akkor tényleg elég sokat áldoznak, tehát akkor a templomot ők díszítik, a templom környékét kitakarítják, amit csak lehet, mindent megadnak. Erős Mihály plébános Székely Kevin született, így tehát hálás, hogy 36 év szolgálat után ismét falusi közösségbe kerülhetett dr. Németh László SvD megyés püspök jóvoltából. A mindennapjait hogy éli meg Őrményházán? Hát valahogy úgy érzem, hogy ebben a korban már az ember nagyon fontos, hogy előre tekintsen, mint minden korban. Itt pedig úgy élem meg, hogy valahogy több időt tudok szentelni az imának, az olvasásnak, elmélkedésnek. Tehát valahol most már érzem, hogy közeledik az az idő, amikor a Teremtő Úrral szembe kell néznem, meg kell előtte állnom, és akkor hát így lelkileg próbálok erre készülni. Vannak terveim még mások, ugye, tehát nem adom fel a harcot, de úgy érzem, hogy most már haladok afelé. Úgyhogy akkor a többit úgy mellesleg akarom csinálni, tehát renoválni szeretnénk a hittantermet, itt a ablakot, ajtót cserélni a plébánián, fásítani az udvart, a kert végét, tehát terveim vannak, de valahogy úgy érzem, hogy remélem, hogy még nem hív az Úr olyan hirtelen vagy gyorsan, de mind jobban érzem, hogy hát abban a korban vagyok, amikor nagyon nagy hangsúlyt kell erre tenni, tehát hogy rendezni a kapcsolatot először önmagammal, lelkileg, a külvilággal, úgy fogadni, úgy beszélni a híveknek is, hogy végre megtaláljuk azt a lelki közösséget, tehát ami a hivatásunk. Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos versmondók, valamint Török Noémi népdalénekes elevenítették fel Arany János csak nem kimeríthetetlen nyelvi eszköztárát a Székely-Kevei általános iskolában. Félrebillent koronáját halántékin igazítja, éjfél tájban lehetett már, a vasajtót feltaszítja. És megindul, ki a térre, és irányát viszi jobbra, hol magasan felsötétlik évgül öntött lovagszobra. Tóth Péter Lóránt szerint Arany versei rámutatnak a magyar nyelv mélységeire és magasságaira. Ugye mi felnőtt emberek használunk 3500-4000 kifejezés szót egész életünk végéig a kommunikációnk során. Arany János pedig a verseiben, baladáiban használt 60 000-et. Szóval, hogy van mit megmutatni a mai korban élő embereknek. A magyar anyanyelvre is szerettük volna fölhívni a figyelmet Arany János verseivel és ezzel a választással. Azt gondolom, hogy a szövegek, meg a népdalok önmaguké beszélnek. Nincs titok igazán, azt gondolom, mert hogy ezek a szavak annyira őszintén le vannak írva, és annyira egyszerűen, hogy mi ezt megpróbáljuk a szó legtisztább értelmében egyszerűen továbbadni és átadni a közönségnek, és semmi hókusz-pókuszt nem rátenni. Az Örökség című összeállítás a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének köszönhetően kerülhetett a délbánáti irodalomkedvelő közönség elé. Szent királyok közt, drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi. Te szent léleknek tiszta edénye, Szíz Máriának. Mondd a Lajos, a nagy király. Eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kösd nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog Moldva. Ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófő Székely. Kél Budáról Lacfi Endre, veszi útját Nagyváradnak, kölestermő Kunságföldén jó csatlósi áthaladnak. Várad kövecses utcáin lovuk acélkörbe csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze dőnk a föld alattok. Arany János versek írása mellett népdalokat is gyűjtött, így munkáiban ezek szorosan összekapcsolódnak.
A kiskorom óta énekelek, és komolyabban a népdaléneklésssel a középiskolai tanulmányok elkezdésekor kezdtem el foglalkozni, amikor is a Szabadkai Zeneiskolába népi énekszakra iratkoztam. Ott 4 évig tehát komolyabban foglalkoztam az énekléssel, most pedig az Újvidéki Művészeti Akadémia népzene kutatás, népzene tudomány szakán 3. éves vagyok. A mai előadást az Arany János emlékév keretein belül készítettük el 2017-ben, és igyekeztünk olyan népdalokat és egyházi énekeket választani, amelyek jobban kifejezik a versek és a balladáknak az érzelmeit, és jobban tehát azokhoz, akikhez a szöveg, maga a szöveg nem jut el, teljesen próbáltuk, hogy az énekkel ez megtörténjen, és ezért is népdalokat is, és egyházi dalomokat is válogattunk bele. S Edvard király, angol király vágtat fakólován, körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony, dalolva ment lángsírba Velszi bárd, de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. Mi zúg, mi éj dal London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant, bármi lesz! Áll néma csend. Létszárnya benn, se künn nem hallatik. Fejére szól ki, szót emel, király nem hallhatik. Elő sír, dob zene, harsogjon harsona. Fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadókürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. Versmondó Egyesületünk 25 éves idén, 1994-ben alakult, és hát azt gondolom, hogy ez a negyed évszázad ez azért elég sok mindent adott ennek az Egyesületnek. Természetesen nekem is személyesen, de hát én nem vagyok ebben a mozgalomban 25 éve, én megörököltem és igyekszem méltósággal továbbvinni ezt az örökséget, hiszen a legnehezebb időkben alakult meg az Egyesület, amikor ugye háborúban állt az ország, amikor nagyon szegények voltak az emberek, és a testi táplálék mellett a szellemi táplálék volt a legfontosabb nekik. És hál' Istennek meg tudtuk tartani azt, hogy a szellemi táplálék továbbra is fontos maradjon, hiszen a tehetséggondozó műhelyeinkben, a szép szótáborokban több mint 50 vajdasági gyerek jelentkezik. És ez nagyon fontos, hiszen abban a világban, amikor már nem a könyv az elsődleges, és nem is kimondottan az élő közösség, hanem inkább a virtuális közösség, akkor, hogyha 50 gyerek összejön, és fontos számukra is visszajárnak ezekre a rendezvényekre, akkor azt gondolom, hogy valamit sikerül letennünk az asztalra. Az előadás során a művészeknek arra a kérdésre kellett választ találniuk, hogy hogyan tudják 200 év távlatából maivá tenni Arany János gondolatait és műveit. Arany Jánostól nagyon sok szöveget elolvastunk, de hát mindent nem lehet. Mégis úgy kell valahogy Arany Jánost megfognunk és odaadnunk a mai hallgatónak, hogy az egyrészt élvezhető, maradandó legyen egyben, és így próbáltunk annak a gondolatnak a mentén összeállítani szövegeket, hogy egyrészt legyenek olyan szövegek benne, amelyeket a gyerekek tanulnak vagy találkoznak vele az általános iskolai tanulmányaik során, és legyenek olyanok, amelyek híres szövegek, ugyanakkor legyen olyan is, amely lehet, hogy annyira nem híres, viszont nagyon erősíti ezt a koncepciót, ezt az előadást, amit mi kitaláltunk.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napján, Sándor Egyházán már hagyományosan gazdag, soknyelvű műsorral mutatkoznak be a különböző nemzetek képviselői. A rendezvényt a Zsárkóz Renyanin művelődési otthonban tartják 12 órai kezdettel. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak. Mai műsorunk ismétlését tévécsatornánkon vasárnap reggel 7:30 és este 9:30 is megnézhetik, új adással pedig jövő csütörtökön délután 12:30 jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra! Bye.